Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Szeptembertől a Kincses Zsák játékmentő akció Kisteleken is elérhető. A feleslegessé vált, de még jó állapotú játékokat, plüssöket a CBA áruházban elhelyezett gyűjtőponton adhatják le az adományozók, amivel a rászoruló gyermekeket segítik. Kincses Zsák játékmentő akció most már Kisteleken is elérhető. Mit kell tudni erről az akcióról? Azt kell tudni róla, hogy tavasz, hát egy évelején volt egy ilyen gondolatom, hogy régóta dédelgetett álmom az, hogy amikor gyűjtünk gyerekeknek, vagy különböző dolgokat juttatunk egy gyerekeket, mindig az embereknek karácsonykor nyílik meg a szíve. Karácsonykor adjunk, karácsonykor nagyon szeretnek adakozni az emberek, és azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha egész évben lehetne adakozni. És ne kelljen már mindig hívogatni föl cégeket, vagy különböző csapatokat, vagy csoportokat adomány céljából. Kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha különböző állványokat, amit itt látnak a nézők, különböző álmokat helyeznénk el mondjuk Csongrád megyébe, vagy Szegeden is mellette lévő településeken, ami arról szól, hogy ha kirakod az álmát, és mellé akasz egy táskát, akkor a 3 és 12 éves korú gyermekeknek várunk olyan adományokat a lakosoktól, amik már otthon nagyon meguntak. Ez nem azt mondja, hogy rossz minőségűek, csak éppen kinőtte a gyerek, csak vagy éppen neki fölöslegesé vált. Ez lehet gyerekjáték, plusz figura, tankönyv, vagy simán oktató jellegű könyv, és mi ezeket a könyveket, ezeket a táskám összegyűjtje adományokat különböző szervezetekhez, vagy épp különböző iskolákba osztjuk szét. Miért tartja fontosnak, hogy ez az akció itt Kisteleken is létrejöjjön? Hát igen, azért jó kérdés, azért, mert én Kisteleken nőttem fel gyerekkoromban, elkerültem utána ide, megvakultam, ha lehet így mondani, elvesztettem a látásomat, visszakerültem Kistelekre, és ez a szívügyem nekem az, hogy nem már Kisteleken ne legyen, és ebből a boltban sokszor forgattunk filmet, sokszor segített nekem, sokszor gyűjtöttünk itt élelmiszert, és a CUNUENZA tulajdonosával, a Zolival megbeszéltem azt, hogy behelyezhetnénk egy ilyen állványt, központi helyen van, és máshol nem is szeretnék Kisteleken helyezni állványt, csak náluk. Egész nap hitfa van, kedvesek, összegyűjtik nekünk, és szólnak telefonon, mi meg aztán sortírozzuk. Mert ugye a kérdésedet megelőzve úgy működik ez, hogy amikor bejön ide valaki vásárolni, vagy bemegy Szegeden egy kávét, megiszik valahol, akkor meglátja ezt a táblát, elolvassa, ha csak a Facebookról nem tudja, hogy miről szól a dolog, ide jön, leakaszt egy textiltáskát, hazaviszi, és belepakolja a játékokat. Másnap visszajön a boltba vásárolni, fogja, visszaakasztja a textiltáskát, és azt gondolja, hogy akkor ez jó helyre kerül, mi összegyűjtjük a sok-sok állványt, amit kihelyezünk, összegyűjtjük a benne lévő tárgyakat, játékokat, és ezeket utána életkor nem szerint szétválogatjuk, és olyan iskolákba intézményekbe visszük el, ahol nagyon tudom, hogy rászorultak a gyerekek, akik soha nem kérnek a szülők, de viszont nagyon, hát majd újra élednek a játékok, és nem veszíti el a lakos. Mekkora segítség lehet ez a rászoruló gyermekeknek? Hát szerintem hatalmas. Én azt mondom neked, hogy legalább 400-500 olyan gyereket tudok, aki Szegeden és itt a környéken él, aki biztos, hogy jó helyenre van. És ez nem azt jelenti, hogy fogyatékos legyen, lehető mély szegénységbe élő, lehető hátrányos helyzetű, kinek milyen sorsa van, és szerintem nagy, mert adni jó. És igaziból nem is biztos, hogy sokszor nem engedheti meg anyagilag magának, de szerintem igen. És amikor elviszem magammal, már körülbelül 60 banános doboz van a Szegeden az irodában bent, és amikor elviszem a kicsomagolt kis csomagokat, és jönnek a kisgyerekek, és oké, nem látok, ott a kutyám, és legtérdelek, mert hogy pici, és akkor átnyújtom neki, és ő átölel téged, hogy Szabi, köszönöm, és ez majdnem folyik a könnyed, tehát na, szívből jó, adni jó, és tényleg. Így, hogy nem látok, még jobb adni. Szerintem nem kérni kell tudni, inkább adni kell tudni. A gyűjtőpontok Szegeden már több helyen is megtalálhatóak. Mik az elmúlt tapasztalatok? Mennyi plusz játék gyűlik itt össze? Nagyon. Amit mondtam már, legalább 60 banános dobozzal, az SKT irodájába raktuk be az első pontot, és már azóta legalább 5-ször üdítettünk táskákat. De edzőteremtől kezdve kávézón át, általában mindig az ismerőseimet és a barátaimat kérem meg arra, hogy engedjék azt meg, hogy hagyj rakjam be az állványomat. De megkérem a tévénézőket, hogy aki tud olyan lehetőséget a környéken, hogy be lehetne rakni egy ilyen gyűjtőpontot, vagy aki éppen van, akinek éppen fölöslegessé vált játék, van, az gondoljon rám, gondoljon a tévére, és akkor így legalább az info eljut hozzá, és nyugodtan adja le, és higgy el, hogy jó helyre kerül.
tervez-e hasonló gyűjtőpontokat a környező településekben is? Aki megkeres, igen. Általában kisebb városokban egyet gondoltam elhelyezni, Szegedre meg minél-minél többet. Általában ez az étteremtől kezdve bárhol lehet, ahol van hely, persze egyértelmű, hogy nem kisbolt, ahol alig tudsz bemenni, ahol van hely, és ahol úgy működnek veled együtt, hogy nem azért akasszák a táskát, hogy bevásárló táska, tehát mondjuk épp oda tud figyelni arra, hogy mikor megtelik az állvány, akkor szól nekem, hogy Szabi, gyere, ürítsétek és vigyétek. Egyre több játék érkezik ide a kincses zsák játékmentő akcióhoz. Ön miért tartotta fontosnak, hogy adományozzon? Egyik azért, mert fölöslegesek otthon, mert kinőtték az unokáim a gyerekeim. A másik azért, mert egy gyerek, boldog gyerek mosolyért. Lehet, hogy olyan gyerek kapja meg, hogy nem látom, hogy mosolyog, de tudom, hogy örülni fog neki. És kicsit környezetkímélő dolgok is, hogy nem a kukába kerül, nem környezetszennyez. Egy jó, szerintem, ha egy gyerek kezébe kerül. Milyen típusú játékokat hozott a mai napon? Elsősorban a most pillanatnyilag kicsi gyerek unokáim vannak, és azoknak a megunt játékai, csörgői, rágók, a plüssállatok. De hozni fog a könyveket, nagyobbaknak való társasjátékokat, kirakókat. Csak most az így gyorsan jött, és nem volt időm. Ön szerint miért fontos, hogy ezeket a játékokat adományozzuk el? Újra visszatérek a környezetkímélésre, a másik azért, hogy nagyon-nagyon sok rászoruló gyerek van, akinek nagyon nagy szüksége van rá. Egyik azért, hogy fejleszti a hajátszik, a másik a szülők nem tudják megvenni, nagyon-nagyon boldogok lesznek azok a gyerekek, akik megkapják. Okos. Jó, nézzük meg Elvis. Jó. Üssük le. Nézz. Van-e még Elvis? Jó? Oké, na Elvis. Na mehetünk. Gyerünk, jobbra megyünk. Ügyes! Gyerünk előre. Biciklis reggelivel várták a munkába iskolába érkező kerékpárosokat szeptember 17-én a Kisteleki Általános Iskola bejáratánál. A Zöld úton Egyesület is csatlakozott a Bringázza munkába országos programhoz, melynek célja a környezettudatos közlekedés és a testmozgás népszerűsítése. A kerékpárral közlekedők műzli szeletet kaptak ezen a reggelen. Anyának is jár, anya is van, nem is jár. Igen, de hogy én jelhasson. Felnőtteknek is jár, ők is kicsit. Köszönöm szépen. Kerékpáros reggelivel indul a szeptember 17-e reggel itt a Kisteleki Általános Iskolában. Hogyan jöhetett létre ez? Évek óta működik egy program, ez az Euromobilitás program, aminek keretében eddig megtartottuk a bringás reggelit, de az idei évben ehhez nem tudtak forrást biztosítani. Ettől függetlenül az Euromobilitás hét működik, és tartunk is programokat. Te is gyere, vegyél magad, mert bicikivel érkeztél, és ma a bringás napon. Meg Matricán is lehet, mert a kerékpáros reggelihez a Magyar Kerékpár Barát Klubtól kaptunk támogatást, és így ez az országos szervezet, illetve a Zöld úton Egyesület közösen tudta megvalósítani ezt a bringás reggelit, aminek igazából az a célja, hogy fölhívjuk az autómentes közlekedésre a figyelmet. Bár bringás reggeli, de mi szoktunk azért a gyalog érkező gyerekeknek is adni egy-egy szelet műzlit, és aki ugye biciklivel érkezik természetesen azoknak is, illetve a szülőknek, továbbá még így napközben az utcán, ahol találkozunk olyan emberekkel, akik bicikliznek, akkor őket is megkínáljuk egy-egy szelet műzlivel. Azt gondolom, ez nem nagy dolog, viszont egy kedves gesztus, és minden évben már várják, ezért is ragaszkodtunk hozzá, hogy ezt az idén is meg tudjuk valamilyen formában szervezni, hiszen most már azt hiszem ez a negyedik év, hogy ez így működik. Az idén mondjuk olyan szerencsénk is volt ugyanezen a kerékpáros klub segítségével, az ugye az óvodánál is egy tavaszit tartani, de nagyon remélem, hogy ezt a hagyományt tudjuk ápolni a későbbiekben, és utána szombaton pedig majd egy Euromobilitás családi napot tartunk, ami egy kicsit kisebb lesz, mint az eddigiek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha már van egy működő dolog, és az emberek ezt szeretik, akkor az fontos, hogy folytassuk mindenképp.
miért fontos felhívni a figyelmet az autómentes közlekedéseit Kisteleken is. Ugye, hogyha valaki jön reggel ide az iskolába, akkor láthatja, hogy viszonylag kialakul egy dugó, tehát hogy elég nagy az autós forgalom, és mondjuk még szép időben én azt gondolom egészségesebb is, ha kerékpárral közlekedünk. Ennek még Magyarországon nincs akkora hagyománya, mint például mondjuk a skandináv országokban, ahol annyira természetes, hogy bicikliutak vannak, hogy szerintem a bicikliút fejlesztés előrébb való, mint egy aszfalt, tehát egy autós útfejlesztése, és ugye ott például nagyon elterjedt, mi még ettől messze állunk. De a környezetnek fontos, az egészségünknek fontos, és tulajdonképpen nagyon nehéz időt kiszakítani arra, hogy sportoljunk, mert tele van a gyerekek az iskolai feladatokkal, a felnőttek a munkahelyel, és ilyenkor, hogyha meg tudja azt tenni, hogy legalább ide biciklivel érkezik, akkor legalább egy kicsit mozgott, illetve hogy a hazafele is, akkor is egy kis mozgást tudott az életébe vinni. Úgyhogy ez az egészségünk szempontjából és a környezet szempontjából is fontos, hogy minél kevesebbet közlekedjünk autóval. Természetesen van olyan, aki nem tudja ezt másképp megoldani, mert tanyán lakik, vagy éppen olyan az élethelyzete, tehát ez is egy normális körülmény, de aki megteheti, az törekedjen rá. A kerékpárral, illetve gyalogérkezők ajándékot is kaptak a mai napon. Mi várt rájuk? Egy műzli szelettel kedveskedtünk mindenkinek, illetve hogy a gyerekek még egy matricát, egy kerékpáros matricát is választhattak, ami ugye a gyerekek számára egy nagy öröm, és ragaszthatják fel a bicikliükre. Így majd jövőre is eszükbe jut, hogy szeptember 17-én mindig bringázza munkában napon. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire népszerű ez a reggeli program? Nagyon várják, nagyon sokszor előfordul, hogy már rám írnak messengeren, tehát üzenetben, hogy lesz-e az idén, úgyhogy emiatt is érzem úgy, hogy ezt nagyon fontos megtartani. A gyerekeknek is egy jobban indul a nap, nem nagy dolog egy műzli, de ugye ha nem kapod ezt minden nap, és most kapsz egy plusz ajándékot, akkor az egy jó érzés. Még a felnőtteknek is, legalábbis ezt tapasztaltuk évek alatt. Elindult az új tanév a Kisteleki ProArt Alapfokú Művészeti Iskolában. A nagymúltú tánciskola számos városi rendezvény állandó szereplője, míg táncosai, hazai és nemzetközi versenyek résztvevői. Idén több korcsoportban társas és modern táncokat tanulhatnak a gyermekek. Elindult az év a ProArt Alapfokú Művészeti Iskolában. Mivel telnek az első hetek? Még igazániban javában zajlik a beiratkozás, ami igazság szerint már zajlanak a táncórák is, de a beiratkozás folyamatosan, ugyanis szeptember 15-ig lehet kedvezményesen jelentkezni az órákra, ami azt jelenti, hogy ez egyébként az alsó tagozatos korosztályt érinti leginkább, de egyébként 8 éves kortól gimnázium végéig lehet jelentkezni a művészeti oktatásra. És minden hétfőn és minden szerdán van táncóra a gyerekeknek délután, ez a napközi után indul 4 órától. Hogyan zajlik az oktatás? Általában véve egyébként az is vált be nekünk úgy, hogy ezt a metodikát alkalmazzuk, hogy szétbontjuk az alsó tagozatosokat és a felső tagozatosokat. Külön időpontban is van az órájuk, ugye a piciknek van napközi után 4-től 5-ig, a nagyoknak pedig már előtte 3-tól 4-ig, minden héten, hétfőn, szerdán. És az oktatás maga alapvetően arra fókuszálunk nagyon, hogy a kisebbeknél hogy a koordináció fejlesztés meginduljon, a ritmus érzék kifejlődjön. Még nagyon picik, ugye, tehát nem egyből a legmélyebb technikai elemeket nézzük velük, hanem inkább az improvizációra ösztönözzük őket, illetve a művészi véna kibontakoztatására, mert azt gondolom, hogy egy jó tánctartás, vagy egy jó ritmusérzék így élete végéig kíséri egy gyereket. 2, 3, 4, egyre nem lépünk, 2-re lépünk. Jó, ezt látni akarom, fél talpra lépés van, lábvezetéssel, gyönyörű tartás, a rúg magad előtt van, és kirotálod a csípőt. Ezekből látni akarok valamit, jó? A sarokra lépésnél nagyon mérges vagyok, jó? Tehát ez az alap dolog, hogy fél talpra csúsztatok latin táncba. Jó lassú a zenet, figyel!
éves kortól lehet jelentkezni a táncoktatásra. A művészeti oktatásban első osztályos kortól, meg egyébként így is ajánljuk magát a táncoktatást bármilyen szinten, és az egyesületünkben alapvetően minden korosztály táncórára lel. A nagyon picikék a művészeti oktatásban, ugye ők az állami támogatással tudják igénybe venni a táncórákat egy nagyon kedvezményes áron egész évben, illetve akik már egy kicsit intenzívebben vagy magasabb szinten szeretnék a versenyzést csinálni, ők az egyesületünkbe tudnak majd átjönni, illetve szépen megyünk fentebb, a felnőtt oktatás is működik nálunk, nagyon szép számmal, nagyon jó hangulatú, jó csapatban zajlik a táncoktatás a felnőtteknél is, illetve ez a felnőttársas táncoktatás alapvetően, illetve van szafari óránk, ami egy jó fitness óra, ahol jól meg lehet izzadni a latin ritmusokra, és mazsorett óra működik még nálunk a társas tánc mellett, és azt hiszem, hogy így mindent felsoroltam. Illetve nem is, a lady dance óránk még nagyon népszerű, ahol szólóban jöhetnek a felnőtt hölgyek, és itt is szintén a latin dallamokra megy a mozgás. Visszatérve a gyermekekre, milyen lehetőségeik vannak nekik versenyzések során? Mind a művészeti iskolában, mind az egyesületben van lehetőségük. A művészeti oktatásban nagyon népszerű négy kis versenyünk van, a Nyuszi kupa, a Mikulás kupa, illetve ezen kívül van halloweeni, meg egy-két ilyen évközbeni kis megmérettetés, ahol igazániból megmutathatják, mit tanultak ugye a szüleiknek is, illetve ez egy plusz tapasztalat nekik, ami a sikerélményt, a kudarc élményt sikerül nekik úgymond eleve megismerni, feldolgozni. Úgyhogy ezeket nagyon szeretjük beiktatni így az oktatásukba. Az egyesületben pedig a szövetségnek, a Magyar Versenytánc Szövetség színei alatt történik a versenyzés, az pedig akár minden hónapban, minden hétvégén mehetnek versenyre, hogyha ki milyen intenzíven szeretné csinálni, az abszolút személyfüggő. Kisteleken már nagy hagyománya van a táncoktatásnak. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyire népszerű a tánciskola? Azt látom, hogy évről évre egyre többen szeretnének táncot tanulni. Alapvetően ugye a gyerekekre fókuszálunk, hogy minél kisebb korba elkezdődjön a képzés. Egyébként első osztályban javaslom, hogy elkezdjék a táncoktatást. És hál' Istennek a felnőttek közül is nagyon sokan szeretnek táncolni, akármilyen szinten, hobbiból, akár szólóban, akár párban, mert mindenki megtalálja maga óráját nálunk. De nagyon népszerű, azt látom, szeretik az emberek. Idén ősszel is várja a Kisteleki Sakklub leendő játékosait. A sakkmester vezetésével zajló foglalkozásoknak az általános iskola modern könyvtára ad otthont, ahol két órás foglalkozással és sakkmeccsekkel fejleszthetik tudásukat a fiatalok. Hogyan valósul meg ez a szakkör? Minden pénteken a Kisteleki Általános Iskola új könyvtár részében 2-től 4 óráig van lehetősége sakkozni a gyerekeknek. 1-től 8. osztályosokig várjuk a gyermekeket, teljesen kezdőket, akik még soha nem sakkoztak, de szeretnének megtanulni, és olyanokat is, akik profi szinten vannak akár, mert két csoportra tudjuk bontani őket, tudunk külön foglalkozni a kezdőkkel, és tudunk külön foglalkozni azokkal, akik már haladó szinten vannak. Ha nézzük meg, hogyan oda lépünk. Akkor még ki tud lépni? És egy fehér kockán van. Ha ide lépek. Így van, nem. És csak a huszár. A huszár, látod? Mindig világosról, sötét mezőre úgy. Hát ott a sakkot, látod? De ez még nem hat, mert lehet, hogy menekülni. Hova menekül? Ide már profi sakkmester segíti a sakk tanulását. Milyen lehetőségei vannak a fiataloknak? Én nagyon bízom benne, hogy sok lehetőségük lesz, sokkal több, mint eddig volt, új kapuk nyílnak meg. Azt tudni kell az új sakkoktatónkról, hogy neki széles körű kapcsolatrendszere van egész Magyarországon. Ezért az azt jelenti, hogy a gyermekeink előtt kinyílnak a kapuk, ezután járhatnak sakkversenyekre, más városokba, barátságos mérkőzésekbe. Igazából csak rajtuk múlik, hogy mit szeretnének. Ha azt szeretnénk, hogy itt barátok körök között tanuljanak sakkozni, akkor csak sakkozunk. Ha szeretnénk
megméretni magukat és versenyekre járni, akkor versenyekre is mehetnének. Bármi lehetséges. Milyen képességeket tud fejleszteni a fiataloknál a sakk? Én úgy gondolom, hogy a sakk nagyon sokféle képességet tud fejleszteni, kezdve a kitartástól, mert ugye valamikor néha 40-50 perces mérkőzéseket járnak, és egy 6-7 éves egy 6-7 éves gyermeknek, vagy 8 évesnek, 9 évesnek 40-50 percen keresztül ülni egyfolytában is koncentrálni, igen, megterhelő, kell a kitartásuk, a logikai képességüknek borzasztóan jó, mivel ugye előre kell gondolkodni több lépésben. És szerintem a szociális képességeiket is fejleszti, mert itt ugye különböző korú gyermekek találkoznak, az elsőstől a nyolcadikosokig, és ugye barátkoznak. Mögöttünk már zajlik az első oktatás. Közösségépítő szerepe is lehet ennek a sakklubnak? Igen, ma van az első alkalom, hogy találkoztunk itt a gyerekekkel egy hosszú nyári szünet után. Én úgy gondolom, hogy abszolút közösségépítő szerepe is van. Amikor a tanévzárás előtt bejöttem az udvarra, és azt láttam, hogy a másodikos kisfiú játszik a negyedikes kisfiúval a sakkon, vagy sakkoznak a nagyszünetben, olyan barátságok alakulnak ki, amik amúgy szerintem nem biztos, hogy kialakulnának. Mi az elmúlt év tapasztalatai? Mennyire népszerű a sakk a kisteleki gyermekek körében? Én nagyon pozitívan zártam le az elmúlt évet, aktívan mindig volt egy 15 gyermekünk. Én úgy gondolom, hogy aki elkezdte, az szinte mindenki folytatta is, és szerettek ide járni a gyerekek. Az, hogy péntek délután, tanítás után valaki ide jöjjön sakkozni, ne hazamenjen pihenni, tévézni, vagy a barátaival játszani az udvaron, szerintem az nagyon nagy dolog, mert a sakk igenis fárasztó. Egy órán keresztül figyelniük kell nekik, tanulniuk kell, és utána játszanak. Úgyhogy szerintem, aki ide eljár, abban igenis van egy kitartás és egy akarat, mert különben nem itt lenne péntek délután, hanem bárhol máshol. Ha behúzzuk a királyt, királynőt ide, akkor hova tud menni a király? A sötét király hova menekül? Oda nem. Próbáld ki. Akkor még szabálytalan, mert ugyanúgy sakkban van. A háttérben a sakklub első edzése zajlik. Mi történik itt? Ez az első alkalom, mert nem ismerjük még egymást, a fókusz lesz az megismerkedés, és úgy látom, a gyerekek már nem az alapokról indulnak, úgyhogy szeretném, hogyha fölmérném a tudásukat, és megbeszélném velük a következő lépéseket. Hogyan lehet a gyermekeket bevonni a sakk világába? Én szerintem a példamutatással, elsősorban az otthoni szülők által mutatott példa alapján, mivel sokan társas játékoznak, tábla játékoznak otthon, innen egy ugrás a sakk tábla, amelyen szintén vannak játékszabályok, és van mindig egy győztes, meg egy nyertes. Én szerintem a mindennapi életben sikerül bevonni a sakk szeretetét, akkor ez egy meghatározó életre szóló játék lesz. A sakk tudásán kívül ez a foglalkozás mire taníthatja még a fiatalokat? Nagyon sok mindenre. Elsősorban a türelemre, a kudarc élmények, a kudarc tűrésre, tehát hogy a vesztes félnek mindig föl kell állni, és van mindig egy újabb lehetőség, ami az életben is elő fog fordulni. Megtanítja őket a gondolkodásra, hiszen a lépéseket előre kell látni, előre kell majd számolni. Megtanulják, hogy hogyan kell logikusan gondolkodni. Megtanulnak szabályokban gondolkodni, hiszen a játéknak van egy szabályrendszere. És nagyon nagyot fog nőni a kreativitásuk, mert igazából a szabályok megnyitásokon túlmenően rengeteg kreativitás van a játékban. Hogy fog kinézni egy-egy óra, egy-egy szakkör? Én szeretnék nekik adni házi feladatot, illetve szorgalmi feladatot is, sarkalva őket arra, hogy otthon is vegyék elő, hiszen ez a heti egy alkalom nagyon kevés ahhoz, hogy nagy mértékben fejlődjön a kis tudásuk. És ki is gondoltam, amit megbeszélek majd velük, hogy egy motivációs ajándékot terveztem évvégére. Egy névre szóló serleget kap, aki a legügyesebbek és megcsinálják a házi feladatot, ami kis egyszerű szórakoztató kis feladatokból fog állni, illetve az otthon lejátszott partitnak a bemutatása. Ezzel fogom nyitni majd minden nap a foglalkozást, és azt követően pedig taktikai alapokat, stratégiai alapokat, végjáték technikákat és meditációkat fogunk tanulni, felváltva játékosan, őket bevonva, és a foglalkozás végén pedig lesz egy kis közös játék, csapatjáték, amit nagyon szeretnek a gyerekek, ez egy tandem játék, ketten-hárman lehet játszani egy csapatban, egymásnak adják át a leütött figurákat, és ez nagyon jó hangulatú élménnyel fogja lezárni a foglalkozást.
A szakkörön lesz lehetőség különböző lépések kielemzésére is? Igen, az elemzés nagyon fontos része a tanulásnak, hiszen meg fogjuk nézni, hogy milyen lépés lehetőségek vannak, meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk dönteni, hogy melyiket válasszuk a sok közül, és azt is meg fog tanulni, hogy a változatszámításnak nagyon komoly technikája van, hiszen nem szabad az összes lépést mindig feltérképezni, a lehető három legjobbat kell meglátnunk, megtalálnunk, és azt végig gondolni, hogy annak mi lesz a következménye, ez tanulható technikákkal. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben betekintést nyerhetnek a mezőgazdaság világába. Ellátogatunk egy francia idegen légiós estjére, és Dobos Katalin színésznő önálló estjét is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!